Az összes nyilvánzában. Újonnan beszerelt modern többrétegű hőszigetelt ablakok kerültek a Tolnai Sportszékházba. A főként a város asztali tenisz klubja által használt épület egy pályázatnak köszönhetően újult meg részben. 2018-as évben pályáztunk a Magyar Asztali Tenisz Szövetség felé infrastruktúra fejlesztési, felújítási támogatás iránt, és nyertünk 10.092.000 forintot. A szövetségtől nyert több mint 10 millió forintot a város önkormányzata pótolta ki, és a több mint 30 taggal rendelkező helyi sportegyesület is hozzátette a szükséges önrészt, így az ingatlanra több mint 12 millió forintot költöttek. Meg tudtuk valósítani a nyilászárók cseréit, a vizes blokkoknak a födém szigetelését, illetve a tetőhéjazat cseréjét, mert még hullámpala volt, és sikerült a világítást, a csarnok résznek a világítását modern ledes világítótestekre cserélni. A csarnok itt sokkal olcsóbban üzemeltethető, az új lámpák fényereje pedig akár versenyek megtartását is lehetővé teszi az épületben. Az asztali teniszklubnál azt tervezik, hogy folytatják az épület fejlesztését, ehhez pedig a jövőben is igénybe vennék az Országos Szövetség által kiírt pályázatokat.